Hamisítatlan őszi idő, párás reggel, enyhe szél és verőfényes napsütés várta a horgászokat az első alkalommal szervezett Pak József emlékversenyen. A Paksi Atomerőmű Horgász Egyesület tagjai Szepi bácsi előtt tisztelegtek, a köztiszteletben álló pecás a közelmúltban hunyt el. A hatos számú versenytavat 55-en ülték körül. Ez is azt jelenti, hogy a Szepi barátom az egy óriási nagy tényező volt a megye horgás sportjában. Nagyon sok olyan versenyző van, aki szerintem nem is nagyon indult el az idén más versenyen, de hát az ő kedvéért, az ő emléke kedvéért részt vesz. Egyébként tulajdonképpen körbeüljük a tavat, 33 féderes és 22 úszós versenyző van, tekintettel arra, hogy a tó befogadó képessége 58 fő, tulajdonképpen azt mondhatom, hogy telt ház van. Szepi bácsi a féder, vagyis a könnyű fenekezős és az úszós szakákban is kiváló horgász volt, számos verseny győztese. Az emlékversenyt veje, Strasser Attila nyitotta meg, majd természetesen ő is elfoglalta helyét a vízparton és várta a kopoltyúsokat. Nagyon jó kapcsolatot ápoltunk az apósommal, a hobbink is közös volt, ezért ugye már ahogy bekerültem a családba, gyakorlatilag egyből megtaláltuk egymással a hangot. Szepi bácsi nagyon szerette ezt a horgás versenyzői dolgot. Ez így a horgászaton belül ez egy ilyen kisebb család, és ő hát ennek egy nagyon népszerű tagja volt. Nagyon közvetlen, barátkozó típus, és hát talán látszik is, hogy a tavat most mennyien ülik körbe. Hát ő ez gyakorlatilag mindenkit itt ismert személy szerint, és mindenkire van egy kisebb kalandja. A verseny hossza 5 óra volt, ennyi idő alatt 323 kg-ot meghaladó összfogással zártak a horgászok. Az úszós kategóriát Alföldi Bence nyerte, Strasser János és Zimmer Péter előtt, míg a féder szakákban Mittler Norbert, Gárosi János és Fazekas Péter lett a sorrend. A dobogósok kupákkal és értékes tárgynyereményekkel gazdagodtak, míg az első helyezettek a vándorsellegeket is hazavihették.